Szeretettel köszöntjük kedves testvéreinket, az Úr áldását kívánjuk mindenkinek. A mostani adásunkban folytatjuk a bizonyságtételről, a bizonyságtétellel kapcsolatos tanítást. A bizonyságtétellel kapcsolatban olvasok fel most igét, amit már előző alkalmakon is felolvastam. Innen indulunk ki újra, az Ézsaiás 6:8, majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta, kit küldjek el, ki megy el követségünkben. Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Na látjátok? Itt kezdődik a szolgálat, hogy megvan bennem a készség, hogyha az Úr szól, hogy akkor azt mondom, hogy itt vagyok, nem úgy, hogy még majd egy óra múlva érek rá. A másik ige, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig, apostolok cselekedete, első rész, 8. verse. Figyelem, látjátok? Jézus nem erő nélkül küldte a tanítványaikat a misszióba. Nincs misszió a feltámadott Jézus Krisztus ereje nélkül. Nincs tanúságtétel, bizonyságtétel az élő Jézus Krisztus ereje nélkül. És olvasok még egy igét, a Korintusi első levél 2. rész 2. verse. Én is, amikor megérkeztem hozzátok, írja Pál apostol a korintusiaknak, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékesszólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét, mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről. Korintus első levél, 2. rész, 1.-2. verszaka. A bizonyságtételről már kezdtünk beszélgetni, hogy hogyan is tegyünk bizonyságot az embereknek. Most arról szeretnénk beszélni, hogy ha mi bizonyságot teszünk, és valaki megtér, hogy az embereket az nagyon érdekli a bizonyság mellett, hogy mi haszna lesz ő neki abból, hogyha megtér. Van ennek valami haszna. Ági itt már készül ezzel kapcsolatban a gondolatait megosztani. A megtérés az az Úr hívása és kijelentése alapján meghallja az ember az Úr hívó szavát. Gyönyörű ez az ige, hogy az Úr az ajta előtt áll és zörget. Az Úr, amikor zörget valakinek a szíve ajtaján, azt azért teszi, mert szeretné, hogy az illető megtérjen. És így folytatódik ez az ige, hogy az Úr zörget, ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, vagyis a megtéréssel kapcsolatban az embernek is van teendője meghallani, hogy zörgetnek, meghallani, hogy az Úr be akar hozzám jönni, kinyitni a szívem ajtaját, ha valaki meghallja. Az Úr minden ember szíve ajtaján kopogtat és zörget, de csak azok nyerik el a vele való közösséget, a megtérés áldását és hasznát, akik meghallják, és miután meghallották, meg is nyitják az ajtót, és ha megnyitják az ajtót,
akkor az Úr beköltözik az életükbe, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Tehát ez soha nem úgy van, hogy az Úr valakire rákényszeríti magát, ez mindig úgy van, hogy az Úr zörget, ha meghallom és megnyitom az ajtót, akkor az Úr a teste és vére áldozatával, a Golgotai kereszt áldozatával az életünk része lesz, és bejön az életünkbe, és nem csak ő akar bejönni az életünkbe, és jön be az életünkben, hanem mi is vele leszünk. Ez egy csodálatos dolog, a legnagyobb nyeremény, hogy az Úr velünk van minden nap. Ez egy csodálatos dolog, de mi is az Úrral vagyunk, amikor megtérünk és utána, mert mi akarunk vele lenni. Tulajdonképpen a megtérés során egy tulajdoncsere történik, megszabadulunk a sátán rabságából, nem kell többé a bűn nyomorúságába élni, hanem Krisztushoz tartozunk, és az ő szabadságába élhetünk. Krisztus Urunk, ami személyes megváltónk lesz hitáltal, és örök életet kaptunk tőle, és az életünk ebben egy új irányt vesz. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy mit is kapok, magát Jézus Krisztust, a megváltót, a feltámadott Úrral való személyes közösséget. A hitem karjaival meg tudom érinteni az Urat. Hitben elkezdek növekedni, és hitáltal örök életet is kapok. Isten országának a polgára lehetek. A mennyei atya Jézus Krisztusban lett az én mennyei atyám. Oda tartozom, nem vagyok árva, mert az Úr eljött értem. És az a csodálatos, hogy szabadon élhetek. Ez a szabadság a szeretetben való életre szabadít fel. A Krisztusban való hit az nem egy elméleti hit, hanem életmóddá válik. Tehát csodálatos dolog úgy élni, hogy Krisztus szeretetét közvetíteni ebbe a világba. Csak azok közvetíthetik, akik részesülnek a Krisztus szeretetébe, és naponta merítenek belőle az erőforrásba. Arról is beszélhetünk, hogy az ember kísérthető marad, de Krisztussal küzdőképesek lehetünk, és küzdőképesek vagyunk. A gonosszal szembe, az Úr Jézus nevébe erő van, és éppen ezért ellenállhatunk a gonosznak minden munkájára, így a bűnnel szembe is nem csak tanúsítjuk az ellenállást, hanem ellene is állunk. Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek, mondja az Úr. A hívő ember nem önmagának él, hanem Krisztusnak, és a Krisztusnak való élet szeretetében van az emberek iránti mentő szeretet. Megnő a megtért ember felelősségtudata, hogy elkötelezetten kíván élni a családban, a közösségben, a munkahelyen, a környezetben, és a legfontosabb, hogy az Úrnak szolgál. Lelkeket menteni meg a kárhozatból. A megtéréssel üdvösségünk van, az Úr békéje, öröme tölt el, belső bizonyosság, hogy Isten gyermekei vagyunk,
És ezt szeretnénk megosztani másokkal. Akinek újjászületett élete van, az vágyik arra, hogy megmentse az embereket a gonosz rabságából, a kárhozatból. Jézus az, aki megment, de kézen foghatjuk és odavihetjük Jézushoz, és a vágy ott van az újjászületett emberrel, hogy megossza mindazt, az üdv javakat, azokat a javakat, amiket az Úrtól kapott. Sok embernek a megtérése után, amikor az Úrtól bűnbocsánatot és üdvösséget kap, akkor tud aludni. Megszűnik az álmatlansága, megszűnik a félelem a pokoltól, megszűnik a félelem emberektől, mert Krisztussal még a kőfalon is átugrom, és a táboron is átfutok. A megtérésben átéljük, hogy valaki megmentette az életünket. Ez a megmentő az Úr Jézus Krisztus. Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, hogy meg legyen mentve. Meg vagyok mentve, és az üdvösség öröme és az üdv bizonyosság öröme tölt el naponta, és nem a félelem. És itt szeretnék hozzá kapcsolódni, hogy sokszor imádkoztam emberekkel együtt, akik hát megtértek, az Úr hívását elfogadták, igen mondtak rá, és hogy figyeltem, hogy mi az első megnyilatkozások. Ha megszületik egy gyerek, mindenki azt várja, hogy felsír, és én nekem nagyon gyakran ez volt a tapasztalatom, hogy egy nagy békességet nyertek. És ez a békesség, ugye ő a mi békességünk, mondja a Biblia, ez aztán sok mindennel együtt jár, de hogy a békétlen ember, az Isten elől menekülő ember, aki túllihegte az életét, aki szerencsétlen volt, hogy az békességet kap. Ugye Jézus is mondta, hogy békességet adok nektek, nem úgy, mint a világ adja. És hogy ez egy csodálatos dolog, hogy békességet kap az ember a megtéréssel. Igen, és örömet, mégpedig a Krisztusban való örömet, azt az örömet, amely az üdvösség öröme. Ez nem egy elbizakodottság. Valaki azt mondta, hát nem lehetek olyan elbizakodott, hogy én azt gondolom, hogy nekem van üdvösségem. Én nem elbizakodott vagyok, én hiszek Krisztus Jézusba, hogy ő elvégezte, hogy az életét adta, hogy miattam, helyettem, értem halt meg. Én nem elbizakodott ember, hanem megmentett ember vagyok, mert Krisztushoz tartozom. Ebben az életben minden nap velem van, és oda át tudom, hogy kinek hittem, és hova megyek, és kinek a kezébe tettem le az életem, ahogy Pál apostol is mondja. És megvan az élet iránti alázat, megvan a Krisztus iránti alázat, és megvan az az örömöm, hogy tegyek Isten akarata szerint, éljek. Az Úr tovább munkálkodik a megtért ember szívébe, hiszen nem lesz tökéletes, ahogy mondtad is, hogy egy kisgyerek bébitől azt várják, hogy fölsírjon, meg azt várják, hogy tele legyen a pellus. Néha szaga is van, és ugye senki sem zúgolódik, amiatt egy szülő se, hogy tisztába kell tenni, de hogy az Úr ugyanígy az újjászületett ember életében tovább munkálkodik, és formál engem, növekedést ad. Így mondja az ige, hogy érett férfiúvá tesz,
vagyis hogy a bébi, a kisgyermek felnő, és egyre erősebb lesz, és egyre több dologban tudja az Úr használni és megáldani. A felelősség teljes élet, amit az Úrtól kaptunk, ahogyan Jézus is odaszánta az életét mindnyájunkért, nekünk is úgy kell odaszánni az életünket Krisztusnak, hogy embereket tudjunk hozzá vezetni. Régebben kihasználtam az embereket, esetleg valami módon szerettem mindig hasznot, jól járni, most pedig élhetek értük, mert Jézus is ezt tette. Szeretni az Urat és szeretni az embereket azt jelenti, hogy nem cél nélkül élek, hanem Krisztus szeretetétől áthatva felkarolom az elesetteket. Amit nyer még az ember a megtéréssel, ugye, mert ha bizonyságot teszünk, igen, azt mondják, hát mit kapunk mi? Egy kis vallásosságot. Nagyon lényeges, hogy tiszta szívet kap a megtért, megváltott ember. Ma is foglalkoztam ezzel a gondolattal, olvastuk az Új Szövetségben, a Kolossi levélben, hogy a vér által, hogy mit kapunk, és hogy én fájlalom azt, hogy bizonyságtételek elhangzanak vértelenül, prédikációk elhangzanak vértelenül. Vagyis ezzel azt akarom mondani, hogy minden érdekes dologról beszélünk, és kimarad a lényeg, hogy a Jézus az szent vérét ontotta ki azért, hogy én nekem tiszta szívem legyen. Ez nem azt jelenti, hogy hibátlan és tévedhetetlen állapotba kerülök, de hogy megvan a Krisztussal való napi közösségem, és hogy ez egy csodálatos életközösség. És Jézus azt mondta a boldog mondásban, boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert ők az Isten meglátják. És ez egy nyereség a szülőnek is, hogyha tiszta a gyerekének a szíve, és a családi élet egészen másképp alakul, hogyha a vér által megtisztult szív van az emberekben. A tiszta szívű ember nem csak a családnak nagy áldás, hanem a társadalomnak is. Ma nagyon kevés tiszta szívű emberrel találkozunk, jó indulatú valaki, jót tesz, aki a másik emberért képes és kész a legjobbat tenni, a legjobbat gondolni. Nagyon nagy szükség van a tiszta szívű emberekre, és ezt csak a megtérés útján lehet a miénk. Krisztus vére mossa meg a szívünket. A mai kereszténység nagyon vértelen kereszténység, azért, mert az emberek nem szeretnek a bűneikről beszélni, mert nagyon sokan lelki értelemben vakok a bűneikkel szemben, és nagyon sokan pedig elnézőek, önmaguknak megbocsájtanak, és nem akarnak megváltozni. Krisztus vére most tisztává bennünket a bűneinktől. Aki bűncselekszik, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáját lerontsa. A János első levele 3. részében olvassuk. Tehát a vértelen kereszténység az egy felszínes életű kereszténység, de Krisztus vére nélkül nincs bűnbocsánat, nincs szabadulás, nincs üdvösség.
és hogy azért jelent meg az Isten fia, hogy lerontsa a gonosz munkáját. Én naponta szoktam imádkozni, hogy fedezzem be az Úr Jézus Krisztus ére, óvjon és oltalmazzon meg, és nagyon sokszor átélem és megtapasztalom az ő vérének az erejét. Már az Ószövetségben is voltak bizonyságtévők, akik az örökkévaló Istenről, Isten szeretetéről tettek bizonyságot, sőt rámutattak az Istentől való elszakadására az embereknek, a népnek, és munkálták az Istennel való közösséget. Ezek voltak pedig, ezek a bizonyságtevők, a próféták. Csodálatos dolog, hogy ugye az Ószövetségben Isten használt embereket azért, hogy Isten népe megismerje az örökkévaló szent, igaz Istent, és az Úr a bizonyságtételek által emlékeztette az embereket, hogy eljő a megváltó, és hogy várják a megváltóra. És az Ószövetség emberei, akik tanúságot tettek, bizonyságot tettek, azok is tudták, amit a zsidókhoz írt levél kimond, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. És milyen csodálatos volt az, amikor egy zsidó ember látta, hogy megöletett a bárány az ő bűneiért, és már akkor is a vérhez volt kötve a tiszta szív, és hogy nekünk ezt be kell látni, hogy üres és csak általános beszéd az, amikor Krisztusról beszélünk, ha elhallgatjuk, hogy az ő vére kiontatott a mi bűneinkért, és merjünk szembenézni önmagunkkal, hogy aztán erővel lehessünk tanúi Isten megváltó kegyelmének. Igen, és nem kopott üres szavakat kell mondani, nem nagy szavakat kell mondani a bizonyságtételbe, hanem rámutatni Krisztus szeretetére, áldozatára, megmentő kegyelmére és a lehetőségre, hogy minden ember kaphat tiszta szívet, új életet és üdvösséget.